Mikor jártál utoljára a Dac klubházban, a stadionban? Szombaton. Szombaton voltam. Van egy kápolnánk, ugye, amely felszentelt kápolnája a stadionnak, és ott voltam imádkozni, és utána kimentem a nézőtérre, és utána a pályára is, és nagyon szomorú érzés volt. Tehát egy a magány, egy óriási területen csak magam voltam, azelőtt ugye több ezer ember szokott együtt énekelni, de a másik, ami szomorúsággal töltötte, az, hogy éreztem ezt a kicsit ilyen depressziós volt az, hogy mikor lesz újra megy, mikor lesz egyáltalán egy újabb dac hangulat, hogy lesz egy újabb olyan nagy érzés, ami régen volt, amikor gólt rúgtunk, amikor győztünk. Szóval érdekes volt. Mit jelent a karantén, a védekezés a vírus ellen egy olyan aktív cégvezetőnek, tulajdonosnak, üzletembernek, mint amilyen te vagy? Van-e olyan nálad, hogy home office például most? Igen, mi home office-ra dolgozunk, úgyhogy reggel 9 órától délután 5-ig, 6-ig egy irodában ülök. Ugye most a technika megengedi azt, hogy tudjunk mi gyűléseket szervezni úgy is, hogy nem ülünk egymás mellett, és ugyanúgy tudunk prezentációkat olvasni, bemutatni, úgyhogy teljesen működik az élet. Egy napi szintű irányítási modell alapján, de megyünk előre, és eddig működik. Tehát az a igazság, 3. hetet csináljuk, de úgy érzem, hogy ez sikeres. Hogyan néz ki egyébként Dunaszerdai most a járvány idején? Hát most az ünnepek alatt egy kijárási tilalom volt, tehát arra kértek mindenkit, hogy igazából járásonként, tehát ne hagyjuk el a járásokat, és akik otthon vannak, azok is inkább otthon tartózkodjanak, és ne pedig a járáson belül utazzanak. Így azt eredményezte, hogy a szerdáján tegnap végig autóztam, nem találkoztam egyetlen egy emberrel sem, egyetlen egy autóval sem, úgyhogy végig tudtam menni szerdáján. Tehát egy kísértett városnak nézett ki szerdáját olyan délután, de hát valószínűleg Szlovákia többi városa is ilyen. Te már látsz-e valami, érzékelsz-e valamilyen különbséget jelen pillanatban, de folyamatosan változnak a dolgok, de a szlovák és a magyar kormányzat válságkezelésében az, hogy ez a két ország, a két kormány hogyan próbál felkészülni, akár most a sportra is gondolok, de az egész gazdasági szférára, amelynek ugye aktív részese vagy, hogy mi lesz utána, ha majd ez egyszer véget ér. Hát Szlovákiában egy új kormány van, amely igazából 3 hete lett beiktatva, ez azt eredményezi, hogy ismerkednek a kormányzásra, eddig semmilyen kormányzási tapasztalatuk a miniszterek nagy részének nincs, tehát ilyen értelemben egy apparátus irányítás az egy új dolog számukra, úgy látom, és ez rányomja a bélyegét a mindennapokra. Egy jó szándék, hogy megpróbálják ezt a krízist kezelni, főleg ebben a pillanatban inkább a járványra összpontosítanak, tehát ennek a kezelésére, mint a gazdaságra. Szerintem ez egy később egy probléma is lehet, mert igazából a következő nagy probléma a járvány, és nem is utána, nem mellette a gazdasági problémák kezelésének módja. Én azt látom, hogy a két országban talán az a különbség, hogy Magyarországon erősebben fókuszálunk a gazdaságra, próbálni a jövőbeli gazdasági problémákra már most gondolni. Szlovákiában ez még úgy látszik a kormány fókuszában, csak a elkövetkező hetekben fog kerülni, és utána lesznek konkrét olyan intézkedések, amelyek igazából már a gazdaság élénkítését fogják követni, mert eddig csak a tűzoltásról volt szó. Hát ezt látom a két különbséget. Szlovákia zárkózottabb a járványkezelésben, mi sokkal fegyelmezettebbek vagyunk, nem járhatnak ki az emberek, sokkal több a tiltás, megszorítás. Magyarországon ez kicsit ugye lazábban van véve, de már ahogy olvasom a magyar sajtót, hogy egymás közelednek a szabályzások, úgyhogy szerintem egy héten belül mindenkit úgyon ott lesz a szabályzásban, és a hasonló szintre fogunk kerülni. Ebbe látom a különbséget most. De nézzük, mi a helyzet a sportgazdasággal, a futballal. A top csapat Zsolnál a tulajdonos 80%-ot akarta hírek szerint csökkenteni a fizetéseken, aztán szélnek eresztette a legjobbjait, és felszámolást kezdeményezett a saját csapat a klubja ellen. Mennyire lesz érzékeny a szlovák futball az elhúzódó piaci válságra? Mit gondolsz? Hát a szlovák futball azért van nehéz helyzetben, mert én többször már elmondtam a ti műsorotokban is, ugye, hogy igazából nincsen jövedelem. Tehát nincsen jövedelmünk abból csak abból a sporttevékenységből, ami a futballal összefügg a napi szinten, tehát a jegyekből, ami most nincsenek, ugye nincsenek mérkőzések, és a játékos eladásból, ami most szintén nem szünetel, és remélhetőleg
ugye nyáron valószínűleg megmozdul a piac, de nem hiszem, hogy szignifikánsan nagyon nagy transferek fognak létrejönni, mert minden klub igazán pénzügyi nehézségekkel küzd. És ez azt jelenti, hogy a szlovák futballnak nincsen bevétele. És ugye amiből a szlovák foci élt, az a tulajdonosi támogatás, meg a szponzorációk. Ebben a szponzoráció ugye nagyon alacsony számú, és a tulajdonosi támogatása pedig attól függnek, hogy az a tulajdonosnak milyen lehetőségei vannak. Nagyon sok csapatnak olyan tulajdonosa van, akinek a üzletága, ahol ő vállalkozik, most ugye komoly válságban van, és ezért feltételezhető az, hogy ő se fog tudni igazából nagyon segíteni a foci. Ugye a Nagyszombat tulajdonosa az egy olyan testvérpár, akik a moziban vállalkoznak. Tehát ma nincsenek mozik, tehát nincs bevételük. És ez azt eredményezi, hogy a szlovák futball egy óriási válság előtt lesz, mivel ha elkezdődne is az új bajnokság, meg kérdés, hogy mit csinálunk a régi bajnokság, befejezzük-e, vagy pedig azt mondjuk, hogy már befejezetnek nyilvánítjuk a mostani rangsor alapján, de ha azt mondanánk, hogy befejezzük, és kezdődik az új bajnokság júliusban, akkor az is probléma ez, hogy a futballcsapatok fogják-e teljesíteni az indulási feltételeket. Mert ugye ahhoz kell egy licenset kapni, amit a futballszövetségnek kell végelőzni, és ami nagyon, nagyon fontos része a gazdasági mutató, ami azt jelenti, hogy nagyon sok klubnál felnállhat az a veszély, hogy nem fogja teljesíteni a gazdasági mutatókat. Tehát még az is lehetséges lesz, hogy nem lesz 12 csapat, amely indulhatna az NB1-ben. Nem teljesíti a feltételeket, és akkor nem tudom, hogy mi lesz utána. Mi a te tulajdonosi álláspontod azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a bajnoksággal? Be kellene rekeszteni, eredményt hirdetni, vagy netán mondjuk egy olyan megoldás felhasználni, mint a magyar kézilabdában, ahol a bajnokságot úgy rekesztették be, hogy a tavalyi eredményeket veszik figyelme. A DASZ-nak ez jelen pillanatban egy fokkal jobb lenne. Vagy folytatni kellene, meg kéne próbálni a bajnokságot, és még várni kell ezzel a döntéssel. Szóval te hogy látod most a helyzetet? Hát ugye az UEFA-nak is állást kell foglalni. Most az UEFA azt mondta, hogy minden bajnokság ezt dönthet erről, de amikor a belgák döntöttek, hogy befejezik, akkor azt mondta az UEFA, hogy valószínűleg nem fogják elfogadni azt a olyan értelemben a sorrendet, amely az utolsó bajnokság sorrendje volt, hogy indulhassanak az Európa kupában. Ami azt jelenteni, hogy de facto befejezheti a bajnokságot, de nem indulhass az európai kupákba, ami ugye az nem egy jó állapot. Tehát az UEFA-nak kell kimondani, hogy ő mit akar valójában. De ha UEFA azt mondaná, hogy minden nemzeti bajnokságra bízná ezt a döntést, akkor az én azt gondolom, hogy a szlovák bajnokság legjobb megoldása az lenne, hogyha befejeződne így, ahogy most van, tehát a mostani állással a bajnokság, a szlovák kupát lejátszani valamikor júliusban és augusztusban, akkor ott megtalálni azt a negyedik szereplőt, aki indulhatna az Európa Ligába, és júliusban, ha van lehetőség, akkor elindítani a bajnokság, a teljesen új bajnokságot, tehát nulla ponttal, semmiféle előző bajnokságból semmi eredmény nem hoznánk át. Ez azért tartom fontosnak, mert én azt gondolom, hogy ugye mivel nincsenek kivedelmeink nekünk se a tévéközvetítésből, sem igazán a szponzorációk nincsenek kötve a bajnokság befejezésére, így azt gondolom, hogy legegyszerűbb benne az, hogy ezt a bajnokságot befejezetnek nyilvánítani, és kezdeni valamit előről, az a legegyszerűbb számunkra. Te, mint tulajdonos, milyen vesztességekkel számolsz most a szünet miatt? Egy 8000-es hazai átlagnéző szám van, egy erős merchandising adatnál. A klub bevételének mekkora hányadé hiányzik most, hogy eközben ugye a kiadások nem nagyon csökkennek, hiszen hát a legnagyobb része a játékos állományt azt tartani kell. Gondoltál-e már arra, hogy takarékossági intézkedéseket kell hozni? Hát nekünk a bevételeinknek 30%-a volt körülbelül ezekből a forrásokból. Tehát mi a játékosokkal tárgyalni kezdtünk arról, hogy a bérezést azt 40%-kal csökkentettük. Ugyanúgy a klub dolgozóinak a bérét szintén csökkentettük, annak tükrében, hogy mindenki otthonon látja el a feladatokat. De hát alapjában a helyzet az, hogy van egy költségvetésünk, ami nem igazán csökken ma, és a bevételi oldalon meg szinte ugye nulla. Tehát ilyen értelemben nehéz helyzetben vagyunk, de hát azt gondolom, hogy a új bajnokság majd meghozza
a változást, remélhetőleg fogunk tudni nézők előtt játszani, mert nekünk az egy fontos bevételi forrás, meg a DASZ-nak az a lételeme a nézők előtti foci. Hát azért is nem szorgalmazom azt, hogy befejezzük ezt a mostani bajnokságot, mert ez is üres stadionok előtt lenne. Most üres stadionok előtt játszani annak, az nem foci. Hát a foci akkor foci, hogyha ha tele a stadion és van szurkolás. Úgyhogy hát eléggé szkeptikusak vagyunk. Néha elfog bennünket is a szomorúság, mert annyi mindent tettünk az elmúlt években azért, hogy jó foci legyen Dunaszerdán, és most úgy látszik, hogy a külső körülmények miatt mindent újra kell kezdenünk, és újra kell gondolnunk. De hát ez van, tehát érdekel, alkalmazkodni kell az új helyzetekhez. Mi is, ugye a mi taktikánk az volt, hogy fiatal játékosokkal fogunk játszani, és erre fogjuk alapítani a csapatunknak a gerincét. Hát most továbbra is ezt folytatni szeretnénk, az akadémiát ugyanúgy szeretném működtetni, mint eddig, és remélhetőleg majd kialakul az európai focinak is a kontúrjai. Hát én azt gondolom, a legnagyobb változás volt az európai foci szabályzatában kell, hogy megtörténjen, mert ez, ami eddig volt, ez itt nem működőképes. Sem ezzel a pénzügyi konstrukcióval, ami most már lesz a világban, sem azzal, hogy lesznek ezek a korlátozások. Tehát én azt gondolom, hogy az UEFA-nak kell minél hamarabb elgondolkozni arról is, hogy megengedje az országokon átnyúló bajnokságokat, aminek most már van jelentősége szerintem, mert hisz nagyon sok országban lesz hasonló helyzet, mint Szlovákiában, hogy nem lesz annyi klub, amely képes lesz gazdaságilag az NB1-et finanszírozni. Tehát ilyen értelemben gondolkodni kellene. Erről is gondolnám azt, hogy ha országon átnyúló bajnokságok jönnek létre, akkor a szponzorációt is könnyebb megoldani, mint egy kis országos bajnokságokon. És gondolom, hogy a nézettség is sokkal erősebb lenne, mert hisz sokkal növekedne a színvonal, hogyha minden ország legjobb csapatai vennének részt a bajnokságban. A másik nagyon fontos dolog a játékos átigazolás és a játékos bérek. Ezt is meg kellene gondolni, mert ugye ma az történik, hogy a játékos transzferekből származó bevételek nagy része az ügynököknél landol. Tehát ez a hálózat, ami eddig működött Európában, hogy az ügynökök által letranszferált átlépésekből 15-20%-nyi pénzt ment az ügynökre, én szerintem ez se egy jó modell. És aztán ugyanez vonatkozik persze arra is, hogy a játékos fizetésekre is, mert én szerintem ebben a helyzetben már el kellene gondolkozni azon, hogy valamilyen formában keppelni, tehát behatárolni a legmagasabb fizetést, amelyet egy játékos kaphat. És a harmadik dolog pedig, ugye, ami mindenképpen a transfer fee, mert én azt gondolom, hogy amikor a játékosokat fölneveljük, és elmennek a más csapatokba, de a következő és harmadik transferből már nem részesülünk, azok a csapatok, akik fölnevelték ezt a játékot, ez se igazságos modell, tehát ezt is végig kellene gondolni, úgyhogy a fociban sokkal több legyen, a kisebbek legyenek a különbségek az egyes csapatok között, de ugyanakkor a lehetőség legyen gazdaságilag egy olyan környezetet teremteni, ahol minden csapat meg tud élni. Tehát ezt kellene elsőlegesen szempontként kezelni az UEFA-nak. Nem tudom, UEFA-ban lesz elég erő, hogy ezt elindítsák, de mindenképpen az, ami eddig volt, annak vége van, és újra kell gondolni, és a új helyzetre reagálni kell, mert ha nem, akkor nagyon sok bajnokságban nagyon sok csapat el fog vérezni. Igen, nagyon logikus, amit mondasz, de azért most itt a végén még beszéljünk egy dologról, ami azt jelenti, hogy persze bizonyos tétlenség van és nehézségek, de közben azért a DAC aktív is. Hogyan találtátok ki, hogyan született ez a gondolat erről a bizonyos járvány szolidaritási nélküled éneklésre, ami ugye 2010-ben is sor került rá, és nagyon komoly vízhangja volt? Hát azért, mert a DAC egy közösség, ugye nekünk amúgy hiányzik a foci, úgy hiányzik a közösség, és hiányzik az, hogy együtt legyünk. És akkor gondoltuk, hogyha nem tudunk fizikailag együtt lenni, nem tudunk egy stadionba drukkolni, akkor próbáljunk együtt énekelni. Ez volt az első ötlet. A második pedig, amikor a határok ugye lezárultak, és ugye amiatt, hogy korlátozások vannak utazásban, gondoltuk, hogy énekeljük át a határokat. És akkor ez is egy ötlet volt, és ez a kettő együtt azt mondta, hogy próbáljunk Kárpát-medencébe együtt énekelni. Hát DASZ-nak van egy ilyenfajta érzelemvilága, és ezt most mi nem tudunk focit nézni, akkor megpróbáltuk ezt a másikot valahogy együtt fölépíteni. Nagyon örülök, nagyon sokan reagáltak rá, és nagyon nagy volt a nézettsége a videóknak, de hát az egész Kárpát-medencébe énekeltünk együtt ugyanabban az időpontban, ami fantasztikus érzés volt. Tehát nekem legalábbis, gondolom, mindenki bekapcsoltan a szintén, úgyhogy én gondolom ezt, hogy összetartozunk, meg,
meg a problémában is az embernek érezni kell azt, hogy nincs egyedül, az egy fontos érzés, az tényleg ebben a pillanatban a legnagyobb veszélye az embernek, hogy úgy érzi, hogy magára marad, és nincs segítség körülötte, és ezt próbáltuk valahogyan segíteni, ezt próbáltuk valahogyan átlépni, ezt a félelmet. Remélem, hogy sokaknak segítettünk, meg remélem azt is, hogy ez is egy jó példa mindenkinek arra, hogy próbáljuk egymást keresni, hogyha nem fizikailag, legalább lelkiekben. Hát igen, amíg nincsen foci, meg egyáltalán is. Hát ezért beszélgettünk most is. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és akkor minél hamarabbi újrakezdést és normalizálódást az új viszonyok között, mert hogy te azt mondod, hogy semmi sem lesz a régi, vagy nem lehet a régi. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Köszönöm szépen mindenkinek, viszontlátásra.